Sziasztok! Köszöntelek benneteket hulladék nélküli otthonomban. Ma ismét a levendulával foglalkozunk. Egy korábbi videómban már volt szó a levenduláról. Akkor tavasszal éppen egy tavaszi meccést csináltam rajtuk, és a levágott ágakat felhasználtam. A levágott levendula ágak leveleit kitettem száradni, hogy a későbbiekben teát tudjak belőle főzni. A levélkék megszáradására elég volt pár nap is. A levendula szaporítása nagyon egyszerű. A tavaszi ágakat dugványozással szaporítottam, ezek most tavasszal már virágzásnak is indultak. De bújtatással is nagyon könnyű szaporítani a levendulát. A leérő ágak gyökeret eresztenek, aztán ezeket csak egyszerűen külön kell választani. Most nyár közepére az összes levendula bokrom virágba borult. Így eljött az ideje a betakarításnak. A virágzó levendulát nem csak én szeretem, hanem a méhecskék is. Úgy gondoltam, hogy nem vágom le az összes virágot egyszerre, hagyok a méheknek is belőle. A levágott levendula virágokról leszedem a leveleket, és amennyire tudom, a virágokat is. A levágott levendula virágok minden egyes részét felhasználom. A levendula minden része tartalmaz illóolajat, így nem csak a virágját, de a levelét és a szárát is felhasználhatjátok. A maradék levendulából csinos kis csokrot kötök, ezt lógatva fogom szárítani. A levendula feldolgozását a konyhában folytatom. Készítek egy illatosító zsákot. A zsákba teszek a levendulából, amit előzőleg földaraboltam, és egy pár rozmaringágat is teszek mellé.
a ruháinknak így nem csak finom illata lesz, de a molyokat is előzi. A maradék feldarabolt levendulát pedig egy jól szellőző tálra rakom, textilbe csomagolva. Száradás után pedig a teafüves, jól záródó üvegembe fogom átrakni. A mai levendulás napon készítek levendula olajat is. Az esti rutinom része, hogy olajjal áttörlöm az arcomat. Pár nappal ezelőtt egy befőttes üvegbe, hidegen sajtolt napraforgó olajba tettem levendula virágokat. Ahhoz, hogy minél erősebb illata legyen, most ezt az olajos levendulát átszűröm, és friss levendula virágot teszek hozzá. Pár nap múlva ismét leszűröm, és már használható is. Ahhoz, hogy a kicsöpögött levendulaolaj se vesszen kárba, bekenem vele a kezemet. Ahogy látjátok, a levendula egy fantasztikus növény. Rengeteg mindenre lehet használni, de hogyha csak egyszerűen a szépségéért tartjátok, akár cserépben, akár balkonládában, akár a kertbe kiültetve, már azzal is nagy-nagy örömet tudtok okozni magatoknak. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, megköszönöm, ha megmutatjátok másoknak is. Egy hét múlva pedig ugyanekkor ismét találkozunk. Sziasztok!